és egy gyakorlatra szeretnélek invitálni. Előjáróban annyit, hogy akik csinálták az ezüst hengeres gyakorlatot, azoknak köszönöm a közreműködést, aki úgy érezte, már pedig nagyon sokan úgy éreztétek, hogy pozitív hatással van az életetekre, a gondolataitokra. Nyugodtan folytassátok tovább ezt az ezüst hengeres gyakorlatot, akár este 19 órakor vagy máskor a nap folyamán, és úgy változtassátok, úgy egyszerűsítsétek csupán, ezt javaslom, hogy saját magatok ezüst hengerébe tegyétek bele továbbra is azokat az információkat, amelyeket szeretnétek, a ti fejlődéseteket, örök életeteket, a regenerációtokat, a fiatalságotokat, a fiatalításotokat, a sikereteket, az eredményeiteket, a vágyaitok megvalósulását, mindent, amit szeretnétek, tegyetek bele, de mindent úgy, hogy károkozás nélkül, és a Föld népének fejlődéséhez, mármint az isteni tudásban történő fejlődéséhez szükséges információkat is tegyétek bele, vagyis legyen harmonikus a fejlődés, ne csak saját magatokra gondoljatok, amikor az ezüsthenger tartalmát megalkotjátok. Ugyanis mindaz, ami teszünk jó, és másokra is gondolunk, az egész bolygó jól létére gondolunk, az többszörösen visszaszáll ránk. A PRK1O dr. Grigori Grabovoj eszközét javaslom minden nap bekapcsolni, akkor is, hogyha csak pár másodpercre tudsz ránézni, akkor is, hogyha összekötöd az ezüst hengeres gyakorlattal, akkor is, ha nem, menjen, ugyanis a Föld spinmezőinek harmonikus mozgását, harmonikus életét segíti elő ez a Grabovoj eszköz. Grabovoj mindig azt mondja, hogy nekem nincs szükségem gépekre, nincs szükségem eszközre, viszont a szkeptikusok számára és jelenlegi előre látott, Grabovoj által előre prognosztizált és előre látott események miatt szerkesztette meg ezt az eszközt, a PRK egy út online felületen legyen legalább bekapcsolva számítógépen, vagy okostelefonon, vagy mindkettőn, és ennek a használatát is továbbra javaslom nagyon-nagyon erősen. A mennyei Istent pedig kérem közvetlenül, hogy eszközök és gépek nélkül is ismerje fel az ember minél előbb a benne lévő fénytudást, a benne lévő isteni részt, a benne lévő Istent. Ez most ezekben az időkben a legfontosabb teendő, hogy ne kintről várjuk a megoldást, ne figyelgessük azt, hogy más mit tesz, más mit mond, mindez nem annyira számít. Az egyetlen dolog, ami igazán számít, az az, hogy benned, magadban, mikor és hogyan ismered fel végre azt, hogy Isten teremtménye vagy, Isten adta a lelkedet, Isten adta a tudatodat, Isten adja a szellemi tevékenységedet. A mennyei Istent kérem, itt és most, hogy minél több ember ismerje fel magában az Istennel történő kapcsolatát, azt, hogy a tudat Isten szüleménye, a tudatod Isten teremtménye, a tudatod a legfőbb irányító eszközöd a világban, egy olyan csodálatos képernyő, amelyet lelked tüze tölt meg, amelyet lelked tüze, lelked folyamatai rajzolnak újra és újra. Képzeld el mindezt úgy, te, aki ott ülsz a székben és hallgatsz engem, benned van a lelked, de a lelked körbevesz téged egyúttal, a testedet is körbeveszi. A lelkedben ülsz, a lelkedben ül a tested, a lelkedben alkot a tested, a lelkedben cselekszik a tested, vagyis végez szellemi tevékenységet. A lelked egy világító fénygömb, képzeld el így most, amelyből kijön egy fénysugár, egy ezüstös, ezüstfehéres fénysugár, és ez a fénysugár megvilágítja a szemközti fehér falat, amelyen egy képernyő képződik, mint egy kivetítő, egy projektor esetében. A kivetített kép a tudatod. És ráadásul millió-millió képernyőd van, és ezeket a képernyőket meg tudod nézni, meg tudod vizsgálni,
akár már most, akár majd a jövőben is megtanulod alakítani sorsodat, irányítani életedet, ugyanis Isten egyúttal a vezetőnk, és egyúttal a társteremtőnk, a barátunk is. Azt a felfogást jó magadévá tenni minél hamarabb, hogy Isten a teremtőd, Isten a társteremtőd, mert Isten a lelked megteremtésének idejétől fogva azt szeretné, hogy rájöjj arra, az életkönyvét vele együtt írod. Ő azt szeretné, hogy vele együtt írd. Ezért a barátod is Isten. Isten arra vágyakozik, hogy egy meghitt, bensőséges, baráti, sőt, mi több, szerelmetes kapcsolatba kerülj vele, amennyire csak lehetséges. Az ő nyomdokaiban kell járnod ahhoz, hogy egy ciklus lezárultakor számodra minden harmonikusan, kellemesen és könnyedén történjen. Tudatodat, lelkedet Isten adta neked. A tudatod az a vezérlő eszközöd, amely mindent lát, amely mindent érzékel, amely navigál téged a sors óceánjában, amely megadja azt az eszközt, hogy a sors óceánján helyesen evez, és tudd, nem vagy hányatott evezős, hanem te vagy a műszer, a kezedben ott van az iránytű, és le tudod csillapítani a háborgó óceán hullámait is. Isten, emberi tested 100 trillió sejtjébe beletette a tudatodat, a lelkedet és a szellemedet. Minden egyes sejtmagodban ott virágzik ez a Szent Háromság. A tudat, a lélek és a szellem. Tudatod tehát egy képernyő, amelyet lelked fénye világít meg, lelked mozgásának fénye világít meg, és ez a lélek mozgás fénye nem más, mint a szellemed, a szellemi szubstanciád, amellyel cselekszel a világban, bármit is teszel. Hát fordítsd jóra ezt a lélek fény mozgást, szellemi cselekedeteid legyenek virágzóak, legyenek építő jellegűek, gondolataid legyenek olyan irányvektorok, amelyek tudatodból csodálatos égkövekként ágaznak ki, és ezek az égkövek szórják szét sugarukat a világba, csupa jóról, örömről, isteni fejlődésről és Isten dicsőítéséről. Egyetlen egy lépést sem tudunk tenni Isten nélkül. Létezésünk a világban eleve determinálja Isten létezését, fizikai tested, értelmed, jelenléte önmagában is bizonyíték az Úr a legfelsőbb létezésére. Ő egy olyan csodálatos lény, akinek személyisége van. Élő személyiség vagyok, nem egy elvont fogalom, mondja most is. Élő személyiség vagyok, nem egy elvont fogalom. Várok rád az idők kezdete óta, amióta megteremtettem lelkedet, és tudatodra ébresztettelek. Tudatod, lelked és szellemed projekciós egysége, Szent Háromsága, triumvirátusa, ott lélegzik minden egyes nukleuszod, minden sejtmagod mélyén. És azokban újabb világok, világuniverzumok nyílnak. A lelked egy sejt. A sejted a lelked. A sejtmagod a sejtedben a tudatod, mégis a sejtmagodban benne van a lelked is, a tudatod mellett. És a szellemi tevékenységed is megnyilvánul, vagyis holografikus a világ, holografikus a sejted, holografikus az életed, holografikus
minden, amit a Teremtő Isten alkotott, te magad emberi testedben egy emberterv részeként létezel, amely pedig az isteni terv részeként lélegzik időtlen idők óta. Kérünk, és a mennyei Isten kér téged, hogy ő hozzáfordulj. Hiszen Isten a vezetőnk, és Isten a barátunk. Isten a vezetőd, és Isten a barátod. Azt a szót, hogy Isten, vagy mennyei atya, atya-anya minőség, de gyakran hívjuk egyszerűen atyának, és ez nem azért történik, mert ő kizárólagosan hinnemű. Ennek a galaxis rendszernek a teremtője, és az egész világrendszer teremtője, a mennyei Isten, aki ugyan rendelkezik természetesen női jelleggel, de azért hívjuk atyának, mert ő a kiárasztó jelleg, és a férfi jelleg, a hím jelleg, a kiárasztó jelleg ő. És minden, amit teremtett, az a női jelleg. Ezért gyakran hívjuk atyának, de ez nem jelenti azt, hogy őre férfiként kell gondolnod. De ha ez esik jól, akkor tedd azt. Akkor gondolj rá úgy, mint egy valódi őszhajú atyára, ha így esik jól. Mert ő így is meg tud jelenni. Ennél fogva ebben nincsen semmi hibás. A mennyei atya, a mennyei Isten, akihez közvetlenül is fordulhatsz. Még angyalok, arkangyalok sem kellenek feltétlenül hozzá. Földön kívüli nemzetek, angyal nemzetek sem kellenek hozzá, hogy vele kommunikálj, hogy hozzáfordulj. Mert ő a legfőbb, és ő jelenti a legközvetlenebb segítséget minden probléma megoldásában. Arra vár, hogy felé fordítsd arcodat, szólj hozzá, őszinte, szívből jövő szavakkal, s több nem is kell. Ő tehát azt szeretné, hogy vele együtt alkoss, hogy vele együtt teremts. Épp emiatt fedezd fel az általa adott isteni képességeket magadban, úgy, mint az általa adott tudatod hatalmát, és szórj vele fényt a világba. És először is önmagad tudata legyen rendben, közelíts Isten tudatához. Érezd, vedd észre, hogy a tudatod egy vele, hogy a tudatod be van kötve ő hozzá. És akkor megjön a tudás, megjön az érzés, amely isteni, és megjön a bizonyosság, hogy Isten teremtményeként, Isten gyermekeként létezel a világban. Ha megtörtént mindez, rendben leszel, és egyre jobban rendben jönnek a körülményeid, rendben jönnek a kapcsolataid, azokat az embereket vonzod be az életedbe, akikre szükséged van, mindig lesz segítséged, mindig lesz angyali támogatásod. Eddig is volt, de ha erre tudatossá válsz, akkor, mint áldás zápor, hurrád mindez a jó, ami még vár rád. És végtelen sok jó vár mindenkire, aki ezt szeretné elérni, és átlépni a tudati fejlődés egy magasabb szintjére. Nincs ebben semmi bonyolult, és semmi hókusz-pókusz. Egyszerűen az a tény, hogy itt ülsz, és hallgatsz engem, hogy van értelmed, hogy van DNS molekulád, hogy van fizikai tested, van lelked, tudatod, és mozogsz a térben, szellemi cselekedeteket végzel, cselekszel, az önmagában elegendő bizonyíték Isten létezésére. Ha te rendben vagy, tudatoddal közelítesz Isten tudatába, pontosabban újra felfedezed ezt a forró drótot, akkor körülötted is egyre több ember fedezi fel, és így oldódik meg a világ problémája. Így oldódik meg a Föld népének problémája. És nem másként, mert a tudat hatalma az első. A lelked gömbje itt forr benned, itt fénylik benned. Lásd a szemközti falat, nézzel a távolba, és érezd, hogy a lelkedből most valóban a szívedet tekintsd, mert bár a lelked körbevesz téged, de a lelked itt van a testedben is. Egy ezüstös, fehéres fénysugár kiindul a lelkedből a szemközti falra,
és ott kialakul egy képernyő. Képzeld el, ha nem sikerül annyira elképzelni, akkor is megtörténik. Lelkemből kiküldök egy ezüstfehéres fénysugarat, a szellememet, a szemközti falra, a tudatomban. Megjelenik egy képernyő, amely már maga a tudatom. Elképzelem azt, hogy ez a képernyő átalakul egy aranyló gömbé. Előttem van egy aranyló gömb, ez a lényeg. Előttem van egy aranyló gömb. Képzeld el, hogy előtted van egy aranyló, csodálatos gömb. Tetszés szerinti nagyságban. Tudatodnak aranyló gömbje, össze van kötve lelked csodálatos szivárvány színű gömbjével. Mivel van összekötve? Egy ezüstfehér fénysugárral, a szellemeddel. Ebben az aranyló tudati szférában, ebben a tudati gömbben képzeld el a jövő csodálatos eseményeit minden nap. Amikor neked tetszik, és bármit is végzel, a közben. Ha pár percre leülsz naponta, és megcsinálod ezt, képzelj bele az aranyló gömbbe mindent, ami neked tetszik. Képzeld el, lásd kristálytisztán, itt Grigori Grabovoj konkrétan segít nekünk ebben a gyakorlatban, minden gyakorlatban segít, de ma különösen kért arra, hogy ezt a gyakorlatot mondjam el, előtted, a tudatod aranyló szférájába, aranyló gömbjébe képzeld el a jövő kristálytiszta csodálatos eseményeit a Földdel kapcsolatban, hogy mindenki boldog, örömteljes, egy örök fejlődés, egy örök élet bontakozik ki a Földön ebbe az aranyló tudati gömbbe, amely a te tudatod kiemelése a világuniverzumból, formát adunk neki. Ebbe az aranyló gömbbe tedd bele azokat a szavakat, hogy örök élet, halhatatlanság, feltámadás, regeneráció, béke, jólét, isteni képességek kibontakozása, természet tisztelete, csodálatos, tiszta, a természettel és Istennel együttműködő városok, falvak, farmrendszerek, ingyen energia, szabad energia, gömbhajók repülnek az égen, csodálatos függőkertek adják a biogyümölcsöket, biozöldségeket, csodálatos termőföldeken, könnyedén, a gondolat energiájával termelik meg az emberek a betevő falatot, és fényesednek az emberek, fényesedik az emberi lélek, az emberek fiatalok maradnak, meggyógyulnak, nem öregszenek meg, fiatalok, szabadok, és senki sem zsarnokoskodik felettük. Fűzd tovább ezt a képet tetszés szerint, és minden nap pár percben képzeld el ezt az aranyló gömböt, a te tudati szférádban formálódnak az események. És lásd azt, hogy ez a szféra, ez a gömb ragyog aranyló fényben, és szétszórja fényét a Kárpát-medencére, szétszórja fényét a Szent Korona országára, Magyarországra, amely földrajzilag Magyarország, amúgy a Szent Korona területe. A Szent Korona pedig egy hatalmas, ősi, mondhatni több millió éves, de konkrétan 15 000 éves terv, embermegmentő terv és tudatmegmentő terv része. Ezért a Kárpát-hegységnek és a Kárpát-medencének különösen fontos szerepe van ebben az ébredésben, ezért ezt az aranyló szférát képzeld el, és tegyél bele mindent, amit mondtam, és amit még szeretnél, és lásd magadat. Egészségesen, fiatalosan, fiatalon, békésen, fejlődőn, Istennel együtt alkotón. Ez a lényeg. És mondd, hogy köszönöm Istenem létemet, és köszönöm a te létedet, amelyből lettem. Tudom, hogy lelkemet te teremtetted nekem. Tudatot adtál, és ezzel az ajándékkal élnem kell. Nem tehetem meg azt, hogy nem fordulok feléd. Minden sejtemben pihen a te, az atya képe,
és a képed és a hasonlatosságod bennem van. Köszönöm DNS-em térképét, azt a hatalmas tudást, amit adtál nekem. Ígérem, hogy kibontom magamban, ígérem, hogy nem okozok csalódást, és tudom, hogy te mindig szeretsz, és mindig vártál rám, és tudom, hogy egyszerre vagy a vezető, és egyszerre vagy a barátom. Igyekszem egy meghitt, baráti, és egyben szülői gyermeki kapcsolatot kialakítani veled, mert te vagy a lényeg, te vagy a minden, te vagy a világúr szövete, te vagy az angyalok vezére, te vagy az emberi lelkek teremtője, te vagy a világosság és sötétség szétválasztója, te vagy a boltozat felett, te vagy az anyag ura, te vagy az egek megtartója, te vagy a trónuson, te vagy az alfa, és te vagy az omega. Fényes estét kívánok!